Édesapám a 75-ös trollival járt dolgozni a Pongrász telepről, az MTK pálya előtt felszállt a trollira, és ott ki volt írva egy ilyen kis szórólapon, hogy K és I jöjj közénk. Azt tudni kell, hogy a mi familiánk az sportos família volt, imádták édesanyám és édesapám is a sportot. A bátyám jégkorongozott, a nővérem atléta volt. Ennek a gyereknek is kell valamit csinálni. Hát persze én fociztam, már melyik gyerek nem focizott a Pongrász telepen, hát mindenki focizott ott, az MTK pálya, az Előre pálya, a Ganzmávag, a Fradi, és folytathatnám tovább. És akkor azt mondták, hogy ezt a gyereket el kéne vinni. Nézzük meg a KSI-be, hogy mi van. Ennek az a pici története, hogy a kínai válogatott itt volt előtte néhány hónapja Magyarországon, és édesapám még látták őket. Hát jó lesz ez pingpongozni. És a bátyámmal elküldtek egy toborzóra, ahol a kezembe adtak egy pingponglabdát, meg egy pingpongütőt, azt se tudtam, hogy melyik. És lehet, hogy valamit láttak bennem Balatoni Tibi bácsi, Juhos Józsi bácsi, ugye a nevelőedzőim, hogy ez egy jó-rossz gyerek, csúszik, mászik, rosszalkodik, elfér itt a többi között. Én így kezdtem pingpongozni. És aztán a BVSC-ben fedezték fel igazán a tehetségedet? Nem, azért annyira ne szaladjunk előre. Én már büszkén vallom, hogy 12-13 évesen úttörő olimpiai bajnok lettem. Akkor játszottam életemben először élő egyenes adásban a televízióban. 1966-ban már serdülő válogatottként voltam a serdülős ifjúsági Európa-bajnokságon. Két évre rá Obertraumban szintén ifjúsági Európa-bajnokságon, tehát az a Klampár Tibi mögött mindig ott volt a Gergely. És 17 éves koromban átigazoltam a BVSC-be, és akkor kerültem be a válogatottba ilyen tehetséges titánként. Azt tudni kell, hogy a Berszik Zoltánnak, edzőnek mindig az volt a vágya, mert neki nem adatott meg az, hogy világbajnok lehessen, hogy csináljon egy világbajnok csapatot, amelyik legyőzheti Kínát, hiszen két emberrel Kína ellen nincs esélye egyetlen egy válogatottnak sem. Engem beválogattak oda, tehetséges kezdőként a sok ember közül, és úgy néz ki, hogy jó szeme volt a Zolinak, és én lettem a csapatban a harmadik ember, aztán a második, aztán az első, aztán a második, a harmadik. Soha nem döntöttük el, hogy ki az első, második, harmadik ember ebben a csapatban. Az igazi nagy áttörést az 1974-es újvidéki Európa-bajnokság jelentette? Az igazi nagy áttörés az egy fantasztikus dolog. Igen, igen, 1974 újvidék, 21 éves, talán még 21 évesen voltam, és egyéni Európa-bajnoki döntőt játszottam. Én már ott voltam a csapatban, tehát a Klampár, Jógyer, Gergely csapat ugyanúgy második lett, tehát ezüstérmes lett Újvidéken, de az, hogy egyéniben én oda keveredjek, majdnem, hogy kiestem az első fordulóba. De aztán utána olyan félelmetes ágon kerültem be a döntőbe, aki szereti az asztali teniszt, az pontosan tudja, hogy mit jelent meg. Mit jelent az, hogy egy Johanssont legyőzni, egy Gomoszkovot legyőzni otthon, akkor még Jugoszláviába egy Surbeket legyőzni. Aztán utána kikaptam az Orlovszkitól a páromtól a döntőbe, de üsekő.